Sziasztok! A mai videóban ismét Pinterest szépségtrükköket fogunk tesztelni, ugyanis úgy vettem észre, hogy nagyon szerettétek a korábbi ilyen videóimat. Ezeket beteszem majd ide föntre, illetve a videó alatti leírásban is. Hogyha valaki nem látta, akkor mindenféleképpen nézze meg őket, mert nagyon kis izgi trükköket teszteltem. Ezúttal 5 darab trükköt fogok tesztelni, mindegyik a sminkeléshez kapcsolódik, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok, hogy mik ezek és hogy működnek-e, akkor tartsatok velem! Az első trükk, amit ki fogunk próbálni, az a mikroszálas zoknival való alakozás. Tudjátok, ez a nagyon puha, ilyen bársonyos anyagú zokni. Ezt a trükköt már többeknél is láttam, hogy kipróbálták, és mindenkinek nagyon bejött, úgyhogy alig vártam, hogy én is kipróbálhassam végre, és megtudjam, hogy mitől ennyire jó ez a zoknival való alakozás, ami elég bizarr, így kimondva. Itt van a Rimmel Match Perfection alakozóm, nyomok belőle a készfejemre. Kicsit így összehajtogatom az oknimat. Na nézzük! Kétségtelenül nagyon kellemes érzés egyébként, ahogy a bőrömhöz ér ez a puha anyag. Próbálom ilyen tapogató mozdulatokkal felvinni az alapozót. Elég jól néz ki a bőrömön az alapozó. Nem tudom igazából a kamerán mennyi jön át abból, amit történik az arcomon, de elég bíztató. Mondjuk akkor is, ha tudod, hogy egy zoknival viszem fel az alapozót, azért kétségtelenül eléggé vicces és bizarr, de nagyon úgy tűnik, hogy működik a dolog. És íme a végeredmény. Azt vettem észre, hogy több alapozót használtam ezzel az oknis módszerrel, mint általában szoktam, de egyébként nagyon szépen el lehet oszlatni a bőrön, szép, egyenletesen, úgyhogy abszolút működik ez a trükk. Nem azt mondom, hogy innentől kezdve zoknival fogok alapozni, de érdekes volt ezt kipróbálni, és bizony működik. A következő trükk arról szól, hogyha nincsen ilyen kontúrozó ecsetünk, tudjátok, aminek ilyen széles, vékony feje van, akkor egy egyszerű púder vagy pirosító ecset és hullámcsat segítségével csinálhatunk magunknak egyet. Úgyhogy én most fogom ezt a Real Techniques Multitask Brush-t, ami egy ilyen púder ecset, pirosító ecset, ki mire használja, illetve fogok egy hullámcsatot, és itt szépen rátűzöm az ecset fejére a hullámcsatot, ami nem akar ott maradni. Hát elég tömött feje van az ecsetnek. Az a baj, hogy leugrik róla a hullámcsat. Megpróbálom kettővel, hát hogy ott marad. Elkészültem, hát így néz most ki az én kis kontúrozó ecsetem. Úgyhogy fogok szépen egy bronzosítót. Ez itt most a Body Shop-nak a Honey bronzosítója, ha valakit esetleg érdekel. És belemártam itt szépen az ecsetemet, és megnézzük, hogy tudok ezzel kontúrozni. Hát elég szép kis vonalat lehet így húzni. Elég jól működik ez a trükk. Az egyetlen problémám, hogy már elkezdtek kicsúszni a hullámcsattok az ecset fejéről. Most visszatűzöm, és megcsinálom a másik oldalon is, és utána eldolgozom majd. Nos, amit látjátok, gyönyörűen tudtam kontúrozni ezzel a hullámcsat segítségével átalakított ecsettel, úgyhogy ha valaki szeretné kipróbálni, hogy milyen is egy ilyen típusú ecsettel kontúrozni, akkor szerintem tegye meg, és utána szerezzen be egy normális ecsetet, hogyha bejön neki a dolog, mert picit azért sajnálom egy ilyen hullámcsattal megnyomorgatni ezt az ecsetet, de kétségtelenül működik a trükk. A következő trükköt igazából többször és több helyen is hallottam már, de őszintén szólva még egyszer sem próbáltam ki. Ennek az a lényege, hogy ha beszáradt a szempillaspirálotok, akkor szemcseppet kell cseppenteni bele, és ezzel új életet tudtok lehelni bele, tehát újra tudjátok használni. Azt én hozzátenném, hogy ezt a trükköt én nem javasolom ilyen több hónapos szempillaspirál újjáélesztésére, mert hogyha szerintem egy
szempilla spirál ilyen 5-6 hónap után beszárad, sőt, akkor azzal már ne kísérletezzétek, azt dobjátok ki. De ha mondjuk van olyan szempilla spirálatok, és nekem is volt már olyan, ami nagyon hamar beszáradt, ilyen 1-2 hónap után, akkor azt mondjuk szerintem érdemes. Nekem van itt most egy ilyen beszáradt Bobbi Brown szempilla spirálom. Ebbe fogok cseppenteni egy csepp szemcseppet, mert ugye azt hitták, hogy egy vagy két csepp kell, gondolom attól is függ, hogy mennyire van beszáradva. De mivel ez egy ilyen picike típus, én csak egyet cseppentek. És akkor azt hitták, hogy tegyük vissza a kefét, és egy picit így járassuk körbe a tubusnak a falán. Na nézzük! Bizony, ez a trükk nagyon-nagyon jól működik. Hát, hogy újra tudom használni ezt a szempilla spirált. Láthatjátok, hogy tudtam sminkelni újra a szempilla spirállal, úgyhogy ez a trükk is működik. Egyébként erre a beszáradt spirál problémára láttam még egy pinterestes trükköt, mégpedig azt, hogy egy pohár meleg vízbe kell beleállítani a szempilla spirál tubust, és az is ugyanúgy hát kvázi használhatóvá teszi a beszáradt spirált. Ezt nem tudom, hogy működik-e, én most csak ezt próbáltam ki, de ez a szemcseppes trükk, ez működik. A következő trükkel kapcsolatban én már eleve szkeptikus vagyok, szerintem nem fog működni, de kipróbálom, ugyanis több helyen is láttam, hogy emberek celluxot ragasztanak az ajkaik köré, hogy ezzel precízebben tudják felvinni a rúst. Szerintem nem lehet annyira precízen körbe ragaszgatni az ajkakat cellux-szal, hogy tökéletes legyen a végeredmény, de ki fogom próbálni, itt van a cellux, úgyhogy vágok belőle kis darabkákat, és akkor szépen felragaszgatom őket. Nem is tapadod a rendesen a bőrömhöz. Szóval ez tuti katasztrófa lesz, de kipróbálom. Csak azért is. Aha, az tök jó, az belelóg az orromba és csikizi az orromat. Egyébként úgy érzem magam, mint aki valami plasztikai műtétre készül, vagy nem is tudom, vagy éppen túl van rajta. Ja, nem szabad mosolyogni, mert akkor lejön a cellux. És mondjátok, hogy nem nézek ki jól. Itt van egy folyékony ajakrúzs, ez a L'Oréal Paris matt folyékony ajakrúzsa, úgyhogy ezt fogom felkenni. Ez katasztrófa lesz, érzem. Most komolyan, aki ezt kitalálta, az nagyon ráér szerintem. Most őszintén. Hát ez elég messze van a tökéletestől. Vagy lehet, hogy én vagyok nagyon béna, de ez a trükk, ez egyáltalán nem működik. És végül az utolsó trükk is az ajkakhoz kapcsolódik, ez pedig arról szól, hogy bármilyen rúzsunkat metálfényűvé varázsolhatjuk egy highlighter vagy egy fényes szemhéjpúder segítségével. Ugye most nagyon menők ezek a metálfényű mindenféle ajakkencék, nagyon nagy trend, úgyhogy én izgatottan próbálom ki, mert kíváncsi vagyok, hogy ez a trükk tényleg működik-e. Ugyanazt a L'Oréal folyékony ajakrúst fogom használni, amit az előbb is. Először felkenem az ajkaimra. Egyébként ennek a folyékony ajakrúzsnak szerintem önmagában is gyönyörű színe van, de most akkor fogom a MAC Soft and Gentle Highlightert, és szépen így belemártam az ujjamat, és feltapogatom az ajkamra. Hú, de durván néz ki! Teszek még belőle, csak arra figyeljetek, hogy ne azzal az ujjatokkal nyúljatok utána bele a highlighterbe, ami már egyszer benne volt a rúzsban. Ez nagyon durva. Ez valami gyönyörű. Úristen, de jól néz ki. Esküszöm, eszembe nem jutott, hogy kipróbáljam a metálfényű ajakcuccokat, de most komolyan mondom, hogy elgondolkodtam. Ez valami baromi jól néz ki. Úristen, de jól néz ki.
nagyon tetszik. Egyszerűen gyönyörű metálfényelet ennek az egyébként matt folyékony alaprúzsnak, úgyhogy ez a trükk egyszerűen isteni. Ha nem vagytok biztosak abban, hogy nektek jól állna egy ilyen metálfényű ajakkence, akkor szerintem próbáljátok ki ezt a tippet, mert ezzel gyönyörű metálfényű rúzst varázsolhattok magatoknak, úgyhogy nagyon király ez a trükk. Ennyi lett volna ez a mai videó, remélem, hogy tetszett nektek, hogyha igen, akkor mindenféleképpen nyomjatok egy lájkot, kommenteljetek, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok, legyen szép napotok, sziasztok!